Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió híradóját látják, már is kezdünk. Szőlészeti és borászati szakmai nap Tarcalon. Március 13-áig még beválthatóak a téli rezsicsökkentés utalványa és Sátoraljaújhelyen. Országos döntőben a Bokréta Művészeti Iskola növendékei. A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa és a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet közös szervezésében immáron 5. alkalommal rendezték meg a Tokaji Szőlészeti és Borászati Szakmai Napot. A Tarcalon megtartott esemény keretében a szőlész-borász oktatás aktuális kérdései, a növényvédelem vagy éppen a közösségi infrastruktúra fejlesztés is kiemelt téma volt. Az eseményen a régió közel 100 szőlésze, borásza vett részt. Ebben az esztendőben is szakmai konferencia segítségével igyekezett a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa, valamint a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet megosztani az érdeklődőkkel azokat az aktuális információkat, amelyek a hétköznapokban is érintik a Tokaj hegyaljai szőlészeket, borászokat. A szakmai előadások első köre a közösségi infrastruktúra fejlesztés lehetőségeiről és eddigi tapasztalatairól, valamint a szőlész-borász oktatás témakörében hangzottak el. Nagyon fontos számunkra, hogy fórumot biztosítsunk, lehetőséget biztosítsunk a termelőink, kollégáink számára az összejövetelre, a közösségépítésre, a véleménycserére, de mind a mellett szembesülnünk kell azzal a rengeteg kihívással, amelyet a természet és a gazdasági élet támaszt elénk. Fel kell készülnünk ezekre a kihívásokra, ennek egyetlen jó módja van, hogyha folyamatosan beszélünk, egyeztetünk egymással és keressük a megoldásokat. Ilyenkor tulajdonképpen, amikor összejövünk ezeken a napokon, akkor kinyitjuk a kapuinkat, behívjuk a kollégáinkat az országon belülről, így az idei, a mai alkalmon is részt vesz Kocsis László professzor Keszhelyről, Leskó Anna Mária, a Budapesti Szent István Egyetem képviseletében, illetve Zsófi Zsolt, az Eszterházy Károly Egyetem borászati tanszékvezetője, aki tulajdonképpen a szakmai vezetője a Sárospatakon folyó szőlész borász képzésnek is. Az ő segítség is kell ahhoz, hogy újra szervesen kapcsolódjon a borvidékünk természetesen, és a kutatóintézetünk is az országos munkába, de mindemellett mi nagyon jól tudjuk, hogy mit szeretnénk. Számos olyan kérdés van, amelyet mi gyakorló szőlészek, borászok teszünk fel önmagunknak, illetve az általunk felügyelt, tulajdonképpen szakmailag felügyelt borászati kutató, szőlészeti borászati kutatóintézetnek. Folyamatos kihívás ez tulajdonképpen, és az ilyen napok, mint a mai is, alkalmat biztosítanak arra, hogy kibeszéljük ezeket a problémákat, próbáljuk megtalálni megoldásokat. A szakmai nap második felében már a szőlőültetvényeket érintő újdonságokat osztották meg a szakemberek a jelenlévőkkel. A tapasztalat az volt, hogy a szőlészek, borászok bár több évtizedes hagyománnyal és tapasztalattal rendelkeznek, szükségük van a legújabb információkra is. A borvidék nagyon heterogén ilyen szempontból, hiszen vannak olyanok, akik már idősek, több évtizedet dolgoznak, és jól megszokott rutin szerint végzik a munkájukat, és nem ismerik esetleg elég megfelelően az új tudományos eredményeket. Sajnos nem feltétlenül lehet csak a megszokásra hagyatkozni, hiszen, mint láthatjuk, rohamosan változik a világ, változnak a fogyasztói igények, és amivel nem tudunk mit kezdeni, az a globális felmelegedés, ami a borvidéken is most már érezteti a hatását, elég csak a tavalyi évre gondolni, hogy egy októberi szürethez szokott gazdának el kellett kezdeni augusztusban már a szüreten gondolkodni. Tehát ezekre a változások valahogy válaszolni kell, és ezekben remélem tudunk valamilyen módon segíteni is. A szervezők szerint az esemény kiválóan alkalmas volt arra, hogy a szakmai ismeretek megosztása mellett a kapcsolatokat is erősítse a tokai hegyaljai szőlészek, borászok között a személyes találkozás révén. Sátoraljaújhelyen március 13-áig osztják a rezsicsökkentésből kimaradtak tüzelőanyag járandóságait. Az önkormányzat úgy szervezte meg a több mint 1100 háztartásnak járó tüzelőanyag átadását, hogy azt a városrészenként a legközelebbi átvevő ponton tudják átvenni az igénylők. A kiosztásban és a szállításban a választott képviselők is részt vettek.
A következő 4 napban a szlovák iskola melletti osztóponton adják át az alsó városrészekben élőknek a rezsicsökkentésben adható tüzelőanyagot. Sátoraljaújhelyen közel 1 hónapig február 18-ától lehetett átvenni a 12 000 forint értékű természetben nyújtott téli fűtési támogatást. A szállításhoz 1 000 forintot saját költségvetéséből adott az önkormányzat háztartásonként. Az osztást pedig városrészenként oldották meg úgy, hogy egy-egy átvevő ponton több napig, akár este 6-ig is elérhető volt a tüzelőanyag. Az osztásban és a szállításban a városellátó szervezet és a polgármesteri hivatal munkatársai mellett a városrészek megválasztott képviselői is segítettek. Jól esett az is, hogy nagyon sokan voltak elégedettek és megköszönték a segítséget. Azt is, hogy 1 000 forinttal hozzájárultunk a szállítási költségekhez, én pedig külön szeretném köszönetemet kifejezni a területi egyéni körzetben megválasztott önkormányzati képviselőknek, hogy mindegyikük valamilyen módon a saját autójával, utánfutóval, kis teherautóval, vagy amivel lehetett, odament és segített azoknak, akik semmiképpen nem tudták megoldani a tüzelőanyagnak a hazaszállítását. Ebben közreműködtek, nagyon sokan vannak mozgássérültek, akiknek semmilyen járműjük, még egy kis talicskájuk sem volt, és ott voltak, és saját idejükből, saját pénzükből úgy érezték, hogy nekik a saját körzetünkben lakóknak segíteni kell. Ez jó érzéssel tölt el, ezért vagyok büszke erre a testületre és ezekre a képviselőkre. Az át nem vett tüzelőanyagokat március 16-áig a Rákóczi utca 13 szám alatti Barkács üzletben vehetik át a jogosultak. Az Országos Néptánc Tanulmányi Verseny csoportos kategóriájának észak-magyarországi válogatóját szervezték meg Sátoraljaújhelyen. A Bokréta Művészeti Iskola volt a szervező, aki 2 korcsoportban nevezte be növendékeit. Mindkét csoport tovább jutott az országos döntőbe. Izgalommal készültek a néptáncos gyerekek az országos tanulmányi verseny területi válogatójára, amelyet idén Sátoraljaújhelyen szerveztek meg. A házigazda a Bokréta Művészeti Iskola volt, akik tavaly az egyéni verseny országos döntőjének adtak helyt. Idén az észak-magyarországi területi válogatóra kérték fel őket. Kiválasztja azokat az iskolákat, akik területi válogatókat rendezhetnek, és országos döntőket. Hát tavaly nagy sikerrel rendeztük meg, és nagyon nagy dicséretet kaptunk a szóló versenynek a megrendezéséért, és most megtiszteltek minket azzal, hogy az észak-magyarországi régiós válogatót is megrendezhetjük ma itt Sátoraljaújhelyen. 8 csoportunk jött. A tanulmányi versenyre 5 korcsoportban lehetett nevezni a tánccsoportokat, akik kötelező és szabadon választott táncokat vittek színpadra, korosztálytól függően 4-7 percig kellett improvizálva előadni egy-egy táncformát. A pedagógusok szerint az egyik legnehezebb verseny az országos vetélkedő, hiszen egy színpadi produkciót könnyebb megtanulni, mint egy improvizációt adott szabályok szerint bemutatni. Itt a kötelező táncok tekintetében nem lehet koreográfiát tenni a színpadra, hanem az adott táncanyagnak, illetve az adott tájegységnek a táncanyagát kell a gyerekeknek improvizatív módon bemutatni, akár csoportos, akár szóló, akár kamaraversenyről van szó, és bizony ez a legnagyobb feladat, hiszen már mondjuk 3-as, 4-es korcsoportban 6 percet kell a színpadon teljesen szabadon improvizálniuk a gyerekeknek. Elméletileg még a zenét sem minden esetben rakjuk össze nekik, tehát teljesen változó, hogy milyen dallamok vannak. Ezt a gyereknek tudni kell felismerni, és tudni kell rátáncolni az adott táncanyagot. Az előválogatón 3 fő zsűri értékelte a produkciókat. Az értékelési szempontok között szerepelt, hogy a koreográfiák megformálásában otthonosan mozogjanak a színpadon a növendékek. A továbbjutást pontokkal határozták meg. Tehát nem azt várjuk el tőlük, hogy egységes tánctudás birtok legyenek. Pontosan azt várjuk el, hogy azt lehessen látni egy iskolai csoporton, hogy különböző szinteken tartanak a tanulásban, még akkor is, hogyha egy korcsoportban vannak, hiszen 20% eltérés lehet lefelé és vagy fölfelé is attól a kiírt korosztálytól. Vagyis sokkal inkább az a fontos számunkra, hogyha valaki kevesebbet is tud, de azt valójában jó érzéssel, megélve, jókedvel tudja önmagára alakítani, önmagának megformálni, és ezek az eltérések a csoporton belül egyáltalán nem baj, ha megjelennek. A területi válogatón jól szerepeltek az újhelyi gyerekek, az Ördögszekér és a Zemplén csoport is tovább jutott az áprilisi budapesti döntőbe.
A Sárospataki Református Teológiai Akadémia saját költségvetéséből 30 millió forinttal támogatja a Károli Gáspár Református Egyetem januárban leégett a Budapesten a 9. kerület Rádai utcájában található kollégiuma helyreállítását. A Sárospataki Intézmény rektora Füsti Molnár Szilveszter elmondta, számukra nem is volt kérdés, hogy egy ilyen helyzetben segítenek a fővárosi egyetemnek. Január 23-án égett le a budapesti Rádai Református Kollégium épülete, ahol mintegy 165 diák kapott szállást a tanulmányi időszakban. Ők nem sérültek meg, azonban egy ember életét vesztette. Az azóta eltelt időszakban számos felajánlást és segítséget kapott az intézmény a helyreállításra és az elhunyt családjának megsegítésére. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektora elmondta, nem is volt kérdés számukra, hogy segítőkezet nyújtanak. Sajnos a szomorú híreknek is hírértéke van. Ugye itt a testvérintézményünknek a Rádai kollégiuma égett le, a pesti teológiának, és ez önmagában is egy óriási tragédia és tehertétel és veszteség. És talán itt nem is a felajánlásnak a nagysága vagy az összege a lényeges, mert nem ezért történnek a felajánlások, hanem legfőképpen annak a szolidaritásnak a kifejezése, amit a hétköznapokban megélünk, tudunk, hogy egymásért vagyunk, egymásnak vagyunk. Ilyenkor lehet igazán annak nyomatéka, hogy a bajba jutotton segítünk, pláne amikor ilyen közös vagy egy hozzánk nagyon közel álló családtagnak a bajba jutásáról van szó. A Teológiai Akadémia életéhez hozzátartozik a segítségnyújtás, mondta a rektor, ami számos formában meg tud nyilvánulni. Ezúttal 30 millió forintot ajánlottak fel a kollégium számára. Nyilván a bajba jutottak, mindig igyekszünk segíteni, akár anyagi felajánlásokkal is. Ez szerintem attól függetlenül, hogy mi egyház és egy teológia vagyunk, minden szervezetnek a figyelme látókörében van, és lehetőségei ez mérten segítik a bajba jutottat. A felajánlásunk az a teológia felajánlása volt a saját költségvetésünknek a terhére, és azt gondolom, hogy igazán még mérlegelnünk sem kellett. Próbáltunk egy olyan összeget meghatározni, ami már számottevő segítséget nyújthat. Nyilván ez, ha az anyagiakat nézzük, elenyésző, de mégis az a tudat, hogy itt pont a közvetlen időszakban, amikor a legsűrűbb volt a teendő és a legnehezebb volt koordinálni a feladatokat, abban biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak jelentős segítséget nyújthatott a pesti hallgatóknak. A Diósgyőri Kosárlabda Akadémia utánpótlás csapataiban igen szép eredményeket érnek el az új helyi lányok. Ocsenás Flóra és Kababik Bianca itt a városban, Móri Csaba edzőtől tanulták az alapokat, tehetségükre korán felfigyeltek. Az U16-os kadett csapat tavaly történelmet írt, és bronzérmet szerzett Diósgyőrnek az országos bajnokságon. Ezért a lányok elnyerték az Észak-Magyarország napilap sportdíját is. Kababik Bianca februártól már felnőtt csapattal is edz, miközben immár junior válogatottként a hétvégén ismét esélyesek a dobogóra a pécsi országos bajnokságon. Flóra és Bianca a napokban már a Nemzeti Lány Junior Bajnokságban játszik. A képen látható felvételek viszont még a tavalyi kadett bajnokság bronzmérkőzésén készültek. Az újhelyi kosaras lányok 7 éve kezdtek el játszani, Móri Csaba volt az edzőjük. Már akkor is volt megállapodás a megyei kosárlabda utánpótlás és az újhelyi sportszervezők között, így a kezdetektől a Diósgyőr utánpótlásának számítottak. Ocsenás Flóra és Kababik Bianca nagy utat tett meg az elmúlt 7 évben, a lányok Miskolcon tanultak tovább, és tavaly a DVTK Akadémia U16-os csapatával történelmet írtak, mert előtte a megyei kosárlabda utánpótlásban soha nem értek el hasonló sikereket. Az országos bronzéremért is nyerték el februárban az Észak-Magyarország újság sportdíját utánpótlás kategóriában. A lányok nem felejtették el, honnan indultak, hiszen az alapokat itt tanulták meg.
Ez az érzés abban a pillanatban leírhatatlan volt, hisz elsőnek nem is hittük el, nem is tudtuk, hogy ez megvan és sikerült elérni a célunkat. Nyilván nagyon büszkék ránk, és mi is azok vagyunk az éremre, meg a csapatra, egymásra és magunkra is. És nyilván az edzőkre is, hogy segítettek nekünk a munkában, és ők is felkészítettek minket. Az élsportban sokat számít a szerencse, de nincs eredmény befektetett munka nélkül. A lányok megtapasztalják mindezt, és azt is, hogy a tehetségre figyelnek mások is. Kababik Bianca nem csak a juniorok között játszik februártól. Az Aluinven DVTK NB1-es női kosárlabda csapatába is edz. A piros-fehéreknél Cicás László vezetőedző figyeli a játékát, így esélyt lát arra, hogy a felnőtt válogatottban is játék lehetőséghez jusson. Bol van egy csapattársam, aki ugyanott van, de vannak még mellettem ugye fiatalok, de nyilván én vagyok a legfiatalabb, ugye. De hát nincs ez így szerintem, hogy legszerényebb. Most a pályán is ugyanúgy oda kell tennem magam, hogy meg tudjam mutatni, hogy én is odavaló vagyok. Az újhelyi lányok a hétvégét újra tétmérkőzéssel töltik. Március 7-e és 10-e között szervezik meg a Pécsi Junior Bajnokságot. Az országos döntőben ismét esélyes a DVTK Kosárlabda Akadémia U18-as csapata a dobogóra. Mi pedig itthonról szurkolunk az újhelyi lányoknak. Végül nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Szőlészeti és borászati szakmai nap Tarcalon. Március 13-áig még beválthatóak a téli rezsicsökkentés utalványai sátorai Újhelyen. Országos döntőben a Bokréta Művészeti Iskola növendékei. Önök az Emblén Televízió híradóját látták, melyet újra megtekinthetnek, ha ellátogatnak weboldalunkra. Ha tehetik, csatlakozzanak Facebookos oldalunkhoz is, ahol mindig aktuális információkról tájékozódhatnak. Én már megköszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!